Sziasztok! Útnak indulunk a nagy szombati bevásárlásra. Délután egy újabb pártira vagyunk meghívva, egy délután ilyen babazsúra, babazsúrszerűségre, ahol tapaszt fogunk enni. Aki nem tudja, mi az a tapaszt, annak most mutatom, hogy mi az. Ez a tapaszt. Nem sebb tapaszt, egyáltalán nem erre kell gondolni, hanem ezt enni kell. És a jövő héttől kezdve Évi úgy döntött, hogy az egész család, az egész hupuci család, az fogyókúrázni fog. Van egy különleges fogyókúrás kaja, amihez most be fogunk vásárolni egész jövő hétre. Úgyhogy most oda megyünk. Hogy mondod? Mondom, nem csak fogyókúrás a leves, hanem méregtelenít is állítólag. Én meg elég mérges vagyok. Azt akartam mondani éppen, hogy Évire nem árt ez a méregtelenítő kúra, igazából, mert eléggé mérges mostanában. Na de hát majd elmúlik. Ez ilyen lány dolog. Itt vagyunk a... Ti a kamera? Tia! Évi elküldött ide a mosópor részekre, hogy nézek olyan mosóport, ami univerzális. Tehát se nem fehér ruhákra való, se nem színes ruhákra való. Ezek vannak a polcokon most. Úgy gondolom, hogy ez egy lehetetlen küldetés. Ebből baj lesz. Közben, amíg így beszélgetek, Sophie levette a zugniát. És most azt teszi. Miért vetted le a zugnidat? Mi? Miért vetted le a zugnidat? Ne edd már meg! Nem, fúj! A zokni a lábacskádra való. Ott van a lába. Rossz gyerek. Sziasztok! Ti mit szeretnétek? Éhesek vagytok? Nincs nálunk semmi. Sziasztok, kutyuskák! Sziasztok! Hello! Szóval mit fogunk készíteni ma? Fődet. Ez az új gasztrovlog. Robi barátunk szerint fődet. Fődet hosszú ővel. Főd. Nem, a viccet félretéve, amit a nézőket félrevezetjük, egyébként az a neve, hogy humusz. Most nem az a humusz, amit a virágokra szórunk, tehát nem az a humusz. Ez egy ilyen... Csicseri korsó. Ha jól tudom, akkor indiai származású kajcsi-majcsi. Igazából ez ilyen mártogatós kis szószerű dolog lesz. Zöldségeket, nyers zöldségeket lehet bele mártogatni, és így fogyasztani a zöldségeket. Nagyon finom egyébként. Vagy bármit amúgy. Csicsergő borsóból készül. Csicseri borsó. Ezt kis hazánkba szerintem ez főzve van, ilyen dobozba lehet. De van nyers is, ez nagyon kemény, kapni. Azt nagyon sokáig kell főzni. De ez így a leggyorsabb megoldás. Ez egy titkos recept alapján készül, úgyhogy most videófelvételt nem készítettek ezekről, de szerintem bárki online megtalálja ennek a receptjét, hogy hogy kell ezt elkészíteni. Jövök vissza nem soká, hogyha készen van. Úgy néz ki, hogy elkészült ez a finom mennyei manna. Így néz ki végleges formájában. De amúgy nem így néz ki, hanem... Picit világosabb, ha jól nem, tudom. Nem, barna szokott lenni, csak most ugye beraktam. Barna? Ha barnás. Csak beleszoktam, vagy most beleraktam ezt a zöldségzőgyit. Ja, és ezért kezd kicsit ilyen zöldes lenni. Uh-huh. De megkóstoltuk, nagyon finom, úgyhogy... Olyan friss és üde. Így van. Egy fontos dolog, ami még nincs benne, és nem is lesz benne most ezúttal, ez pedig a tahini. Azaz, ha jól tudom, akkor szezámmag darálék, vagy mi ez? Szezámmag... Porrá van zúzva, szezámmag pép, ez a helyes szó. Fogják a szezámmagot, és akkor így lepépesítik. Olyan, mint a magyaróvaj, csak ez szezámmagból. És Magyarországon nem tudom, elég kevés helyen, illetve nem fordul elő olyan sűrűn, mint például a tej, vagy a vaj, vagy a mit tudom én. Tehát ez nagyon nehéz megszerezni. Vagy csak mi nem találtuk meg a... Ja, az is lehet, hogy csak rossz üzletbe járunk, nem tudom. Ha esetleg tudtok benne segíteni, hogy hol lehet tahinit kapni. Most nem azokról szólok, akik Angliában laknak, mert ott elmész a Sainsbury-be, vagy elmész a boltba, ott biztos, hogy találsz, hanem itt Magyarországon.
Levisszük Sofit a Marospartra egy kicsit, hogy aludjon. Közben meglocsoljuk a füvet, és utána indulunk Robékhoz. Hátam mögött úgy nézem, hogy beindult a Marosparton az élet. Kinyitott a makói Marospart. Ezt mondom azoknak, akik Makón élnek, illetve környékén, és vidékieknek is. A vidékieknek, és a nem Makón élőknek is. Itt vagyunk Robéknál, megérkeztünk. Ezek szerint csak mi jöttünk kocsival. Mindenki más valószínűleg, hogy inni fog. Évin kívül. Szevasztok! Akkor mindenki egészségére. Ezúttal ez most már igazi pálinka, nem víz. Egészség. Csillió. Velem is. Ja? Ez őszinte kifejezés volt az arcon. Nézd meg, nézzétek meg ezt a kis öntelt emberkét. Saját márkás kenyérre rendelkezik. Igaz? Nem tudom, hogy hova fog fajulni ez a kis kerti párti, de egyelőre úgy néz ki, hogy többet ittunk, mint amennyit ettünk. Úgyhogy egyelőre elköszönök. Köszönöm szépen az időteket. Köszönöm szépen, hogy néztétek a mai vlogot is. Jaj, billeg a szék. Találkozunk holnap. Sziasztok! Robi most el fogja vágni a... Robi, elvágja a petrezselyemnek a nyakát. Kész. Ja, ezzel kinyírta a petrezselyem zöldet.